Egy évvel ezelőtt alakult meg hivatalosan is a Rákóczi Európai Kulturális Útvonal. Akkor 16 alapítóval, közöttük hazai és külföldi településekkel, civil szervezetekkel és intézményekkel azt a célt tűzték ki, hogy a nagyságos fejedelem életútját, munkásságát fűzik fel egy végiglátogatható útvonalra. Ebben pedig minden taga maga kulturális épített örökségét képviselheti. A legutóbbi Sárospatakon megtartott közgyűlés keretében arról is döntöttek a jelenlévők, hogy további tagokat vesznek fel soraikba. A kezdeti 2-3 településből most már 16 település, illetve 4 civil szervezet az, amelyik tagja a Rákóczi Európai Kulturális Útvonalnak. Most Ónod, Köröm, Romhány és Borsi jelezték még májusban, hogy szeretnének csatlakozni a munkánkhoz, illetve a művelődés háza és könyvtára, úgyhogy őket a mostani közgyűlésen felvettük tagjaink sorába, így 20-an vagyunk. A terveket vesszük alapul, akkor elég szép jövő áll előttünk, hiszen Rómából most kaptuk meg a levelet, hogy az új városvezetés tanulmányozza az útvonalhoz való csatlakozás lehetőségét. Prága első kerületéből szintén ilyen visszajelzést kaptunk. A közgyűlésen az is elhangzott, hogy az úgynevezett Interreg pályázaton is indulni kíván ez a szerveződés annak érdekében, hogy hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tegye annak működését. Mindezek mellett az együttműködés keretében megvalósítandó elképzelésekről is szó volt a találkozó alkalmával. Megtettük a kezdeti lépéseket, kiadtunk egy kiadványt, amelyben minden egyes település bemutatkozik, hogy milyen formában érintett a II. Rákóczi Ferenccel kapcsolatban, és most jönnek a következő lépések, hiszen szeretnénk egy olyan minden témát átfogó kiadványt pályázati forrásból megvalósítani, ami az érintett települések kulturális rendezvényeit, turisztikai attrakcióit, gazdasági lehetőségeit bemutatja. Tehát a nagyságos fejedelem örökségén, szellemén keresztül bízom benne, hogy egy más, komolyabb kapcsolat is kialakulhat majd ezek között a települések között. A Rákóczi Európai Kulturális Útvonal további céljai közé tartozik, hogy néhány hónap leforgása alatt akkreditáltassa a szervezetet, így nemzetközileg is közismertebbé válhat.